Sziasztok gyerekek, ez itt a Gaming Kanál, és én Guszti vagyok, és itt van velem Genesz is. Érdekes videóval jelentkezünk nektek. Rögtön első kérdés, ti milyen színűnek látjátok ezt a ruhát itt a képen? Én kéknek és feketének, viszont pont szerencsém van, mivel hogy itt van a Genesz, ő a másik tábort képviseli, mert ő meg fehérnek és aranynak, sárgásnak. Ő meg fehérnek és aranyszínűnek látja a ruhát. Itt írja ugye a Wikipédia, hogy ez a két tábor van nagyjából. Ezt egy esküvő előtt készítették ezt a fotót, és majdnem a zenészek is lekéstek az esküvőről, mert ezen a fényképen vitatkoztak, hogy milyen színű lehet. Tehát ennek van itt egy története, el lehet olvasni. Különböző embereket kérdeztek. Tehát ebből ilyen víruskép lett. Teli van velük viccel az internet, meg minden, de a dokik azt mondják, hogy kb. Hasonló az effekt, mint ennél a képnél, ugye ez bizonyos szemszögből nézve nyúl, bizonyos szemszögből nézve kacsa. Tehát állítólag hasonlóképpen veri át ez a ruha is. Na de most még tovább mentünk itt, ugyanis leszettem a képet. Tényleg a kommentbe írjátok meg, hogy ki látja ezt kéknek és feketének, és ki látja aranyszínűnek és fehérnek. Már nagyon kíváncsiak vagyunk. Úgyhogy a Pepita eszközzel mutattam meg Genesznek, mert ő is fehérnek látta, így most viszont kéket látsz te is, nem? Így viszont ő is kéket lát. Kivontam a másik kényes részt is, ami a aranyszínű vagy fekete. És valami sárgás beütést éppenséggel én is látok rajta, sőt látni, ahogy jobban fényérte a ruhát, hogy ott valóban, mintha ilyen aranyos beütést keltene az egész, de vonjunk ki még többet mondjuk innen. Azért ez majd, hogy nem egyértelműen világos kék, bár inkább kicsikét szürke. Abszolút nem tudom, hogy látja más fehérnek, de jelentkezzenek azok is, akik a másik táborban vannak, ne csak abban, amiben én, hanem abban is, amiben a Genesz. Hogy, tehát akik fehérnek látják, kíváncsi vagyok. Veszünk innen is. Ez is kéknek tűnik így. Úgyhogy nagyon egy érdekes dolog ez, de ez direkt a két tábornak készült, de most azt mondta Genesz is, hogy így már látja a különbséget persze a kettő közt, így, hogy egymás mellé van rakva, tehát ez a két tábort jelképezi ez a kép. De találunk itt még okosságokat. Igen, bár ez más jellegű. Ez viszont jó. Itt is majdnem mind a két tábort látjuk. Tehát eléggé szerte futott ez a neten ilyen vírus formába. Úgyhogy van itt minden szép és jó. Tehát a lényeg ennyi lett volna a dolognak. Írjátok meg, hogy ti milyennek látjátok ezt a képet. Nagyon kíváncsian vagyunk, hogy hányan vagytok, akik fehérnek és aranyszínűnek, illetve hányan vagytok, akik feketének és kéknek látjátok ezt a képet. Írjátok meg a kommentekbe, és ha valamint tudtok hasonló dolgokat, még nyugodtan linkeljétek be, arról is csináltunk akár videót is, persze az ötlet beküldőjének a nevét mindenképpen bemondjuk a videóba is. Reméljük tetszett a videó, ha igen, nyomjatok lájkot, iratkozzatok fel, annak is nagyon örülünk, és tartsátok nyitva a szemeteket színügyekbe. Na, sziasztok!